Sziasztok! Megjött a jó idő, nyithatnak a teraszok, mi pedig kijövünk egy új session New England IPA-val. Ennek apropóján megkerestük 5 közelálló partnerünket, ahol először fog debütálni ez a sör. Meg is kérdezzük őket, hogy hogy vészelték át ezt az időszakot, mivel készülnek a nyitásra, és hogy mi a véleményük erről a sörről. Tartsatok velünk! Nos, hát itt vagyunk, csak a jó sörbe. A Klaff sörök egyik szentélyébe Magyarországon, és itt van mellettem Rebák Tibi, az egyik tulajdonos. Sziasztok. Akit arról kérdezünk most, hogy ugye legutóbb az All Together kapcsán beszélgettünk így közönség előtt. Hú, nem ma volt. Hát ez nem, azóta ugye jött egy második és egy harmadik hullám. Ezt, hogy... Össze is mosodik, mikor ültünk itt. Igen. Az mikor jött kezdesül? Hát az még tavaly. Nyár? Igen, olyasmi. Nyár körül. Igen. Aha. Szóval eltelt egy közel egy év. Igen. Mi volt veletek a mostani elmúlt egy évben? Nem tudok, tehát hogy mondjam, a klasszikus sémáktól azért én sem tudok nagyon eltérni, tehát borzalmas nagy ilyen mélységek, meg vagy hullámvölgyek, meg aztán egy-két ilyen jobb pillanat is volt nyilván. Hogy mondjam, az első hullámnak próbáltuk a legtöbb tapasztalatát azért úgy forgatni, hogy abból most jobban jöjjünk ki, szerintem egyébként sikerült is. De mégiscsak azért nem tudom, 5-6 hónapja most már ez van. Mi egy éve vettük hát a Csakajusot március 1-jével gyakorlatilag, és egy másfél hét után ugye bezárhattunk, aztán nyárra megint nyitva voltunk. Úgyhogy most azok a hosszú távú tervek, amiket azért már itt vannak a fejünkben, például a belső térnek egy kicsit egy átalakítása, nem a szellemét elvéve a helynek, de hogy egy picit azért most már hozzányúlnánk. De például a külső front az egy picit megújult, volt egy elég tök jól sikerült szerintem, hogy vissza a jelzések alapján egy ilyen rebranding. Aztán nyilván ezt megkapta a honlap is, vagy a webshop, tehát hogy ott is szerintem sikerült előre lépnünk. A legnagyobb újítás az az volt szerintem, hogy azt mondom, január első hetében el tudott indulni a külföldi az angol nyelvű honlap, illetve a külföldi sör házasszállítás. Akkor beszéljünk még egy kicsit a jövőről, ugye a teraszok azok megnyithattak most hétvégén, vagy a múlt hétvégén. Ez a veszély nem fejeget. Igen, ugye ez nem tudom, ez hogy érinti ugye a Csakát vagy a Hopát, arról majd mesélj egy kicsit, illetve hogy 4 millió beoltatnál ugye a belső tereket is meg lehet nyitni, hogy eredeti, hogy készültök, mi van most így a fejetekben. A terasznyitás egyértelműen úgy érinti ezt a helyet, ennek a helynek nincs terasza, és bármennyire is próbálkoztunk a helyi erőknél, nagyon úgy néz ki, hogy ennek ez így is marad egyelőre. Keressük a lehetőséget egyébként annak, hogy ezen a helyen hogy tudunk majd teraszt csinálni. Talán erre van opciónk a helynek az átalakításával. Ez nem tudom, hogy idei sztori lesz-e, vagy jövő nyári sztori. Ugyanez igaz a Hopaholikra is, tehát hogy teraszunk ott sem lesz, ugye ugyanebben a kerületben vagyunk. A kérdésed a 4 millió beoltott, ezzel is nehéz úgy számolni, mert ha most számoltunk, ez talán inkább jövő hét lesz, azt hiszem. Akkor múlt héten még azt hittük, hogy ez a hét, akkor most talán inkább jövő hét közepe vége. Természetesen amint újra nyithatunk, várunk mindenkit szeretettel, ezt el tudom mondani. Említetted ugye, hogy fontos, hogy erős kínálattal várjátok a vendégeket, mi ezen megpróbálunk erősíteni, és egy frissen kijött session IPA az első közt debütál nálatok. Én szeretném, ha ezt most megkóstolnánk, és mint sörfőző egy ilyen kis gyors review-t, feedbacket. Lenne még egy gyors visszacsatolásom, a fejlődés egyébként még annyi, hogy próbálta csak a sör az a hely lenni, ahol vannak olyan sörök, amik máshol akár nem, és akkor most ezeket amúgy próbáltunk erősíteni. De nézzük meg a menyósokat. Akkor kóstoljuk meg a sört. Azt érzem, hogy túl sokat beszélek. Szerintem bontok, Boti, addig mesélj már egy picit. Oké, ez a Constellation Series-nek a legújabb tagja. Ez ugye eddig 3 tagot élt meg ez a sorozat. Ugye az Andromédával kezdtünk, ami egy Session IPA volt. Azután volt az Orion, ami egy normál New England IPA, és a Cassiopeia volt idén télen, ami egy dupla New England IPA volt. Most jön a jó idő, jön az újra a tavaszi frissítő nyári sörök időszaka, úgyhogy újra visszahoztunk egy Session IPA-t. Berceus nevet kapta, és Simcoe-val és Idaho 7-nel van duplán hidegkomlózva. Na hát ez a maszkot talán el kell húznunk, hogy érezzük. Ez mai palackozás, úgyhogy extra fresh. Főzde friss. Ja, amúgy azt néztem, hogy 4,1-es. Hú, most jöhetnénk azzal, hogy
trópusi gyümölcs, meg minden. Meg vágott füvesség. Amúgy van meg vágott füvesség. De én most nekem az a mandarin. Mandarin. Én ugyanezt nekem mondtam. A mandarin jön teljesen. És nem beszéltünk össze. Igen, igen. Mandarin. Úgyhogy a színkó meg az ágyba hosszan ezek szerint jó, jó kombó. Igen. És hát figyeljük, különökre is a sör az ilyen tök jó iskola példája most ugye. Hát akkor a Csakkajó sör webshopjából meg tudjátok rendelni. Hát ott biztos, hogy meg tudjátok rendelni, igen. Úgyhogy aztán nem tudom, újra nyitom, lehet, hogy Csakkajó is kerül, ki tudja. Szuper. Várjuk. Várjuk a megrendeléseket. Tőletek is, tőletek is, Tibi. És mi akkor sértünk is tovább a következő helyre. Köszi, hogy fogadtatok minket. Hát bármikor, sok, gyertek, sok sikert, gyakrabban. Sok sikert, és viszont, jönni fogunk. Viszont, kölcsönös. Tibor. Sziasztok! Itt vagyunk a második állomásunkon, a mai túránkon, a Crafty Bárba, ami egy viszonylag új hely, de annál biztosabb craftsörös hely itt Budapesten. Úgyhogy most velük beszélgetünk arról, hogy ők hogy élték meg igazából ezt a koronavírusnak a második és a harmadik hullámát, mik a jövőbeli tervek, és aztán meg is kóstoljuk a Perseus, hogy át is adnám a szót. Legutóbb talán Válon söröztünk együtt, a Komlószüreten tavaly szeptemberben. Azóta sok idő eltelt. Ti hogy vészeltétek át, vagy hogy volt nálatok ez a harmadik hullám? Szia, köszönöm. Szerencsére viszonylag jól át tudtuk vészelni, ugyanis sörboltként továbbra is működtünk, tehát üveges, dobozos söröket és elvitelre csatos üvegben még csapolt söröket is árultunk. Nyilvánvalóan a forgalom az nagyon durván visszaesett ahhoz képest, mint ami normál esetben van. De szerencsére túléltük, úgyhogy most már kinyithattunk legalábbis a teraszunkat, és reméljük, hogy innentől már csak nyitva és növekedve megyünk tovább. Hát rosszabbra gondoltunk, de így tényleg mint sörbolt ki tudtunk nyitni. És hát azért a törzs vendégeink jártak folyamatosan vissza hozzánk, szóval ők tartottak életben minket, úgymond. Ugye, amikor most beszélgettünk, már megvolt az első hétvége, amikor kinyithattatok, mint terasz. Mekkora volt nálatok az érdeklődés, hogy készültetek erre, volt esetleg valami változás, felújítás itt nálatok, hogy sikerült ez a hétvége? Igen, felújítás is volt nálunk, és a teraszunk is bővült 8-ról 11 asztalra, és emiatt nem igazán voltunk felkészülve, valahogy megoldottuk a szombatot, meg a vasárnapot is, de mindkettő óriási forgalom volt végig telt házzal. De örülünk neki, hogy végre visszatértek a vendégeink a teraszra is. Mi fogyott leginkább, mire volt igény? Csapolcsörre. Valaki úgy jött ide, hogy már egy éve nem ivott egy jó csapolcsört, szóval mindenképpen ez volt a siker a szombati napnak, és vasárnap is azért jövögettek az emberek rendesen. A csapolcsör, hogyha jól tudom, akkor itt nálatok is debütál ez az új session neipánk, a Perseus. Úgyhogy én azt mondom, hogy akkor közösen ezt most kóstoljuk meg, és akkor kíváncsi vagyok a véleményetekre, illetve hogy akkor mikortól és hogy lesz nálatok elérhető ez a sör. Jaj, Boris, fogd meg egy kicsit. Nagyon érdek. Nagyon szép színe van. Igen, jó kis hézi lett. Akkor egészségetekre. Egészségünkre. Közben előjáróban annyit elmondok, hogy egy 4,1%-os New England IPA, amit Simcoe és Idaho 7 amerikai komlókkal duplán hideg komlóztunk, és az volt a cél, hogy egy nagyon könnyű tavaszi New England IPA-t alkossunk. Úgy érzem, sikerült. Tényleg egy ilyen nagyon finom, könnyed, pont balanszban van. Egy kicsit a maláta is érződik, de hát nyilván ez egy nagyon komlós New England IPA. Nekem nagyon ízlik. Szerintem jól sikerült. Én szeretem, hogyha egy New England IPA-ban nem túl magas az alkoholfok, és jobban a komló aromái jönnek ki, és nem nyomja el az alkohol, és ebben ez szerintem nagyon jól sikerült, úgyhogy biztos, hogy itt
főleg, hogyha melegebb lesz a teraszon, is nagyon nagy igény lesz rá, hogy ezt iszogassák az emberek. Ez kimondottan egy terasznyitó sör, szerintem. Szóval annyira jó kis komlós, kellemes, nagyon jól csúszó sör, és szerintem mindenképpen ez nagyon jól fog fogyni ebben az időben, hogy mindenki kivágyik a teraszra, és inna egy jó kis csúszós, kellemes, könnyed sört. Szóval szerintem jól sikerült. Szuper, köszönjük szépen nektek, hogy fogadtatok minket, és hogy megkóstoltátok ezt a sört, és akkor csütörtöktől, hogyha jól tudom, így csapon van. Nálatok, igen, csapon, illetve lesz. Akkor péntek, szombat, a hétvégén is, terasszal. Hát ha el nem fogy. Várjátok akkor a vendégeket. Azt tudjuk, hogy a New England IPA-k azok frissen a legfinomabbak. Úgyhogy mindenképp, ahogy megérkezik, mi csapra rakjuk, akkor, hogyha jól hallom, ez csütörtök. És hát egy 30 literes hordó lesz nálunk, úgyhogy reméljük, hogy még szombat-vasárnapig is kitart, és minél többen meg tudják kóstolni, de így az előző hétvége adataiból azt látjuk, hogy előfordulhat, hogy egy-két nap alatt elfogy. Szuper! Akkor Crafty Bar hétvégén, Perseus, Session New England IPA, gyertek! Egy újabb kultikus budapesti kraftsörözőbe vagyunk az Élesztőházban. Léci srácok, meséltek arról, hogy az elmúlt, hát a november 14-dik ótai zárás, azt itt hogy éltétek meg, milyen fejlesztések voltak, mit találtatok ki erre az időszakra? Az elmúlt fél évben történtek egyes átalakulások, meg felújítások, például az egész teraszt, az egész udvart berántottuk betonnal. Másik fejlesztés egy tök jó áttekintető weboldal, ahol a vendégek minket is megismerhetnek a weboldalon keresztül személy szerint is egymást, hogy ki milyen zenét szeret, kinek mi a kedvenc itala, meg ilyenek, meg rengeteg egyéb sztorik, tök jó kis beszélgető sztorik vannak fönt, szóval ha valaki várakozik, vagy egyedül van, akkor tudja olvasgatni közben a weboldalunkat is. Hát igazából egy újabb újításunk van, még a Hello Line, ami egy olyan rendszer, amivel nem kell a vendégeknek sorbálniuk, hanem csak a telefonon egy applikáció segítségével tudnak a hátsó pult, a mi pultunkból, a fő pultból is rendelni. Mi átküldjük neki, hogy hány perc múlva lesz kész, kapja az értesítést, jön is érte. És igazából ilyen újítások történtek meg, a foglaló rendszerünk is sokkal gyorsabb lett, áttekinthetőbb lett ez is. Hát nálunk hál' Isten nem volt egyetlen darab elbocsátás sem, mivel hogy ez a kis család, ami nálunk megalapult, ez meg is maradt. Összetartóak vagyunk nagyon, segít mindenkinek, a főnökség is az egész lezárás alatt nagyon jól segített, nagyon sokat. Mindenkinek meg tudott oldani mindent, amit szeretett volna, munkát, vagy akár pénzügyi, anyagi dolgokból. Segítettek nekünk nagyon sokat. Ez egy örvendetes hír, ahogy az is, hogy ezen a hétvégén szombaton ugye meg tudtak nyitni a teraszok. Nálatok teltház volt esetleg, mire volt igény, sok visszatérő vendégetek volt, kaptatok-e valamilyen biztató szavakat, illetve hogy használták-e esetleg ezeket az újításokat, amiről meséltél? Hát nálunk az úgy működött, hogy már mi ki sem nyitottunk, már az emberek már dobzódtak be, hála az égnek. Nagyon-nagyon sokan voltak, szerencsére az egész foglalórendszerünk is megtelt. Majdnem alig tudtuk őket leültetni, már annyian voltak, úgyhogy jól sikerült a nyitás. Nem volt probléma se vele, meg semmi. Nagyon sokan használtak ezt az új rendszert, és ezt a ne kelljen sorbálni rendszert, előrerendelést. Igazából tökéletesen tök jól működött minden, sörök nagyon jól fogytak, tömények jól fogytak, szerencsére nem voltak földön fetrengő, meg stb. Dolgok, úgyhogy minden tökéletesen jól működött szerintem, nem? Hát ezzel csak egyet tudok érteni. Végigvittük az egészet, ahogy kellett. Hát mi is szeretnénk hozzájárulni ez a jó kis terasznyitáshoz, meg a sikerhez, úgyhogy hoztunk nektek egy vadonatúj, mai palackozású Session New England IPA-t, ami szerintünk pont passzol egy ilyen jó tavaszi teraszozós beszélgetéshez. Úgyhogy megkérnélek, hogy segíts kinyitni, és kóstoljuk meg, és akkor kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. És akkor csak gyorsan, amíg így beleszagoltok, esetleg meg is kóstoljátok, elmondom, hogy egy 4,1%-os könnyű New England IPA, amiben Simcoe és Idaho 7 amerikai komlókkal lett duplán hideg komlózva, és egy ilyen jó csúszó, juicy, hazy Session IPA volt a cél. Nagyon finom, nagyon citrusos, kellemes, ilyen nyárias, frissítő hatású valami. Ő nem is annyira erős, akkor igaz? Aha, tök jó kis tavaszi, nyári, nagyon faszabb kis frissítő söröcske.
Hát ebből nyáron liter számra meg tudnék inni, az biztos. Nagyon jó. Egészségetekre, és akkor csütörtöktől az élesztőházban is csapon a Perseus Session New England IPA. Gyertek, támogassátok a hazai craft sörfőzéket, craft kocsmákat, és akkor hajrá terasznyitás és hajrá élesztő. Köszönjük szépen. Vagyunk a Monyó Tap House-ban, a Monyó dolgozóknak mondhatni a törzs helyén. De hát nagyon rég álltunk itt ennél a pultnál, ugye november 11-e után ti is közel fél évig zárva voltatok. Hogy éltétek meg ezt az elmúlt 5 hónapot, közel fél évet? Mit csináltatok addig? Volt-e valamilyen fejlesztés a helyen? Hogy éltétek meg ezt az egész harmadik hullámot? Nem volt egyszerű, mert mire hozzászoktunk ahhoz, hogy felvettük újra a ritmust, hogy nyitva lehetünk, ugye az első hullám után a vendégek is hozzászoktak a zárórához és a többi. Addigra hirtelen elzárták a csapot és be kellett zárnunk, szóval semmiképp sem volt egyszerű. Onnantól kezdve, arról nem beszélve, hogy senki nem számított arra, hogy nekünk hát közel fél évig zárva kell lennünk. A zárás után mindannyian a cégen belül maradtunk, randos srácok eljelzkedtek a webshopba, én is a főzdébe dolgoztam. Kaptam feladatokat, szorgalmaskodtunk Monyón belül, amennyire csak tudtunk. Azért volt egy-két felújítás, Geri, azokra térj már ki, légy szíves, mert ha jól tudom, ennek aktív része se volt állítáján. Belül komolyabb munkálatok nem történtek, történt egy nagy takarítás. Ahol nagy változás történt, az a terasz volt. Ott ezt a régi agyon graffitizett sárga színt ezt megváltoztattuk, és újra festettük. Az alapötletet az American Beauty sörünknek a színe adta, és azokból a színekből próbáltuk ezt így összemixelni. Szerintünk egész jól sikerült, a vendégek szerint is egész jól sikerült, és te szerinted is jól sikerült, ugye azt mondtad, hogy szuper lett. Hát nagyjából ennyi átalakítás történt. Tervezünk majd a jövőben egy nagyon nagy átalakulást, de arra most nem volt lehetőségünk, arról majd a későbbiekben. Ugye nyithattak a teraszok, meg hamarosan újabb feloldások lesznek a vendéglátóhelyekkel kapcsolatban. Ti hogy éltétek meg az első nyitvatartási napot, milyen visszajelzéseket kaptatok esetleg a vendégektől, milyen kínálattal, milyen sörcsappal, sorral mentetek? Hát hogy sikerültek az első napok? Az első napra ugye szombaton nyitottunk, a szombati nyitáshoz képest korábban nyitottunk, mégiscsak újra nyitás, az emberek már be voltak zsongva. Én azt mondom, hogy nagyon jól sikerült, nagyon sokan jöttek, tömve volt a teraszunk, mindenki nagyon boldog volt, nagyon jól érezte magát, nagyon lelkes volt, mindenki betartotta a szabályokat, ami idővel ugye az elfogyasztott alkohol mennyiségével arányosan csorgult, de akkor is próbáltuk őket azért a jó útra terelni. 8 csappal indultunk, és igazából már mondhatni, hogy majdnem az összes csapon lévő sört sikerült eladni. Bekerült a nem is olyan régi sörünk, az Exotic Cupcake, az volt az én kis fejemben, hogy akkor ezzel meglepem majd a közönségünket. Nagyon jól debütált, nagyon szerették az emberek csapon, imádták, nagyon jó volt. Szuper, és hozzunk akkor igazából most neked kóstolóba a legújabb sörünket, ami egy tipikusan egy ilyen tavaszi terasz nyitós sörnek szánunk, a Perseus, ami egy Session New England IPA, úgyhogy ha segítesz nekem itt a kivontásban meg a töltésben, akkor azt mondom, hogy kóstoljuk meg együtt, és kíváncsiak vagyunk akkor a véleményedre, illetve hogy akkor csütörtöktől itt csapon lesz nálatok is, hogyha jól tudom. Igen. Megrendeltem pont ma. Várunk mindenkit sok szeretettel, hogy megkóstoljátok ezt a csodát. Geri, akkor az újranyitásra. Egészség az újranyitásra. Nos, hát nagyon finom. Hozza azt, amit kell, ezt a könnyed, barackos, könnyen iható, kevés alkoholtartalmú. Szerintem ez egy tökéletes New England, Session New England lesz a nyári meleg napokra. Szuper. Hát örülünk, hogy tetszik, Geri, meg hogy akkor újra tudtatok ti is nyitni, és akkor titeket is arra biztatunk, hogyha megkóstolnátok a Perseust, vagy akár az Exotic Cupcake-et, vagy olyan klasszikusokat, mint a Flying Rabbit, vagy az American Beauty,
akkor Calvin téren a Monyó Tap House vár titeket minden nap, kivéve vasárnap ugye déltől este 10, hát, ameddig a szabályozás. Azt hiszem, hogy az új szabályozás ez a 11 óra. Igen. A hétvégétől, szóval 11-ig, sok szeretettel déltől 11-ig minden nap. Igen. Úgyhogy, kivéve vasárnap. Kivéve vasárnap, úgyhogy várunk titeket. Sziasztok! Sziasztok innen a Keksörműfázból, Budapest egyik legtöbb csappal rendelkező craft sörözőjéből. Itt van mellettem Zoli, a hely tulajdonosa, akivel az elmúlt időszakról, a jelenről és igazából az új sörünkről, a Perseusról fogunk beszélgetni. Úgyhogy Zoli, térjünk is a lényegre rá. Ugye november 11-én be kellett zárnatok, mint minden vendéglátóhelynek, azóta nagyon sok idő eltelt. Ti hogy vészeltétek át az elmúlt 5 hónapot, miket alakítottatok, meg tudtátok-e tartani a munkaerőt, hogy működött a keg az elmúlt 5 hónapban? Hát igazából egy határozott stratégiát választottunk, egy egyszerű és határozott stratégiát, de ezt már az első hullámban is ezt az irányelvet követtük. Nekünk az volt a fontos, hogy megtartsuk a munkavállalóinkat, hogy ugyanezzel a csapattal tudjunk kinyitni, akivel bezárunk, illetve megtartsuk a vendégkörünket. Azt gondoltuk, hogy ha ezt megtesszük, akkor jó üzletmenet vár ránk a nyitás után is, és ehhez ragaszkodtunk, ehhez a stratégiához. Igazából két dolog derült ki egy év alatt, hogy ez mondjuk életünk egyik legnagyobb beruházása, ezt a stratégiát végigvinni. A másik meg, hogy valóban az életben maradás volt a tét. Ez derült ki számunkra egy év alatt. És most ugye kinyithattunk, ez a harmadik nap, hogy nyitva vagyunk, negyedik. Azt mondhatjuk, hogy életképes volt a stratégiánk, a visszaigazolások alapján ugyanazzal a 14 emberre nyitottunk, és a vendégeink is nagyon szép számban visszatértek hozzánk az elmúlt hétvégén. Jó, volt neked egy ominózus bejegyzésed, amikor mondtad, hogy egy hely tulajdonos vagy üzletvezetője, amikor ilyen hosszú posztokat ír, az azt jelenti, hogy sajnos nem annyira pörög, ugye, mert akkor van idő írni hajónapló, vagy nem is tudom, hogy fogalmaztál. Azt hiszem, és akkor aggódtam, mert úgy fogalmaztál abban a levélben, hogyha jól emlékszem, hogy februárig vagytok meg úgy tartalékilag, vagy hogyha ez így zajlik tovább, akkor addig tudjátok megtartani a munkatársakat, kollégákat. Ez elhúzódott ugye áprilisig végül, ez az egész harmadik hullám, ha lehet így mondani. Így, hogyan sikerült ezt végül megoldani, hogy nem lett elbocsájtás a keg sörműfárban? Igazából pontatlanul fogalmaztam, mert többen megijedtek a cikknél, és nem akartam senkit megijeszteni, nem is volt ijesztő a helyzet. Inkább azt mondanám, hogy február végéig csináltuk meg ezt a túlélési stratégiát novemberben, mert úgy nézett ki akkor, hogy akkor én azt gondoltam, hogy február végéig tarthat el maximum, tehát a legrosszabb forgatókönyvre készülve, addig készült a stratégia, aztán ebből plusz 2 hónap lett. Nehéz volt nagyon, tehát anyagilag sokkal nagyobb volt a veszteség, mint amivel kalkuláltam, de mindegy, megértem, el ki tudtunk nyitni, jól vagyunk. Említetted, hogy akkor ez a harmadik nap, vagy negyedik? Negyedik nap, igen, hogy nyitva vagytok. Milyen érzés volt ugye újra teraszon fogadni vendégeket, visszaállni akár a pultban a srácoknak, milyen visszacsatolást kaptatok, vagy ilyen támogató üzeneteket a vendégektől így az első napokban? Erről tudsz egy kicsit mesélni? Igen. Tehát ugye nekünk az alapvető üzleti stratégiánk is arra épül, hogy a vendégeink azok magyar vendégek, nem külföldiek, és hogy a vendégeink jelentős része törzs vendég, és ezért mi olyan nagyképűek voltunk, hogy egészen végig azt gondoltuk, hogy ha mi túlélünk és ki tudunk nyitni, akkor nem lesz azzal gondunk, hogy akár már az első nap is teltházat csináljunk. Ez az első hullám után is így volt, akkor mondjuk nem teltházat csináltunk, hanem telt utcát. Most telt fél utcát csináltunk, de ugye nekünk a teraszunk nagyon kicsi, mert itt bent 150 vendéget tudunk fogadni, a teraszon 40-et, de így is azt mondhatom, hogy szombaton, vasárnap egy átlagos szombat-vasárnapot meghaladó árbevételt tudtunk produkálni, szóval a vendégeink nagyon boldogak voltak, aki befért, aki nem, ők is igyekeztek eljönni, és akkor vagy itt a pultnál,
legalább üdvözölni tudtuk egymást, vagy pedig elviteles sört vásároltak, mint az elmúlt egy év nagy részében eddig is. Igazából megpróbálunk nektek segíteni ebben a teraszos projektben, de hát ez úgy látom, hogy megy nélkülünk is itt azért, de egy ilyen jó tavaszias sört alkottunk, és ugye ti is az a közé, a partnereink közé tartozik, akkor az elsők között fog debütálni ez a sör. Ezt ma palackoztuk, mi hoztunk nektek ebből egy kis kóstolót, neked is, és meg a srácoknak majd. Úgyhogy én azt mondom, hogy kóstoljuk meg közösen, és akkor kíváncsiak vagyunk a véleményedre, és akkor igazából csütörtöktől, ha jól tudom, akkor majd nálatok is lehet ezt kapni. De akkor kóstoljuk meg. Ez hányadik New England IPA? Mindig a leállás alatt csináltok New England IPA-t, nem? Igen, ebben a szériában negyedik. Ugye volt az Andromeda, ami szintén egy ilyen session volt az Orion, Cassiopeia volt a dupla, és a jó idővel, ugye ez ugye egy 4,1%-os session, és Simcoe és Idaho 7 a kombó kombináció, amit használtak a srácok, és akkor az új újranyitás örömére. Köszönjük szépen! Hogy említettem neked, ugye az utolsó állomásunk vagytok, így már nem olyan pince hűs a palacka, hogy... Nagyon jó. Ez alapvetően sokkal inkább azt gondolom, hogy inkább legyen egy picit melegebb a sör, mint egy picit hidegebb. Ezt mondjuk 10 évvel ezelőtt nem így gondoltam, de lehet, hogy ez az életkoromból adódik, vagy a tapasztalatomból, nem tudom. Sokkal jobban jönnek az aromák és az illatjegyek, és úgy érzem, hogy ebben a sörben ez kifejezetten fontosnak számít. Nagyon tetszik ez a... Nem tudom, minek mondják, nem vagyok jó sörszakember. Mi mandarint vértünk felfedezni, valami barackot. Lehet ezt mondani, hogy gyümölcsösség, de hogy eleve ez az aromakomuló illat, ez nagyon jó, amit az Idaho 7 ad, szóval én ezt nagyon szeretem. És a végén is tök jó, hogy nem egy édes valami, hanem egy kicsit karcosabb, citrusosabb cucc, úgyhogy nekem elsőre nagyon ízlik. Szóval a kegben is akkor várunk titeket a Perseusszal, premier csütörtökön. És támogassátok tényleg a hazai craft sörfőzdéket, sörözőket, és akkor együtt fel, hogy túléljük ezt az időszakot. Köszi Zoli még egyszer. Mi is köszönjük szépen. Ez volt a Perseust megkóstoló és a partnereink helyzetét bemutató videónk. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, nyomd meg a csengőt. Igazából logunk még egy Q&A videóval, az is készül, úgyhogy hamarosan egy új videóval jelentkezünk. Addig is, igyatok monyósöröket.